A buta arcú öccse, nagyon remélem, hogy a arcok pár percben olyan emberre lesz most gazdagabb, akivel a jövőre, vagy akire a jövőben büszkék lehetünk. Ő az Aszalos Zolika, Ádám öcsikéje. Ugye az előbb együtt fürödtünk, vagy hát külön fakba, és te nem vetted le a bugyikádat, mert azt hitted, hogy én ilyen gonosz Petőfi bácsi vagyok, pedig nem. És akkor azt mondtam, hogy szerintem te sokkal jobb leszel, mint a tesód volt, és azt mondtad, hogy szerinted meg nem. Hát jobb leszek. Na, azért legyen jó. Mondtam, hogy kipróbáltad a GSX-szerezresemet, ha leér a lábad. Igen, jövőre ez meg fog történni. Hungaroringen mennyi a köridőd? Nem tudom még pontosan. A múltkori mentél versenyen. Milyen köridőd? 17-et mentem. És mennyi idős vagy? 13 éves. 13 évesen 125-ös két ütemmel. A Pannoneringen mi a legjobb köridőd? Még nem mentem itt sohasem. Majd holnap. Holnap lesz a mérés? De azért gondolom stopper voltatok, akkor mondjam el valami. Ma még nem mentem. Ja, még nem ment. Mi a terved egyébként? Tehát most ilyen 13 évesen mit látsz, hogy meddig fogsz te szerinted eljutni? MotoGP-be be fogsz ütni? Nagyon szeretnék, ha nem fog bejutni, akkor se leszek szomorú, mert amit elértem, én arra büszke leszek. Ha bejutok, akkor nagyon fogok örülni. Mit akarsz elérni? Világbajnok legyek. De hol? A MotoGP-n vagy a Superbike világban. De azt mondod, hogy ha nem jutsz be, akkor büszke leszel arra, ami az elő addig volt. Mit szeretnél? Hogyha nem a MotoGP-ről beszélünk, hanem mondjuk a magyar bajnokságot fogsz nyerni? Szeretnék, és fogok is. Milyen kategóriában? Akármilyen. Jaj, na hát ezek a fiatalok, akik annyira magabiztosak, de hát ez kell az utánpótlás. Szülők, ha vannak 10 éves gyerekeitek, Aszalos Racing Teamet keressétek meg, itt van egy 13-es fiú, mutasd meg, hogy húzod a gázt, apukám. Mint az állat, úgy megy, én már láttam pályán is, félni kell tőle. Egy-két év múlva, meg rommelver mindenkit. Csoki! Ez egy vaddisztó.